harcosok, ez békességes falu! Egy, aki tárgyal, egy őr. A többi leteszi a fegyverét, és kimarad. Vagy a leggyengébb kér, nem kár. Jajtók, testvéreitek! Jajtók a fajtokat, mint az ellensége a Stálin hadvezetéssel, a gyilagítással velük szándékosan elkövetni, vagy velük vannak, őket adjátok ki, vagy fegyver, ha van, adjátok át, mert a békés számára... Fegyver a kultúránk része! ...és minden, hanem hogy próbáljunk meg valami békésen ijeszkedően van belőle. Ha nincsen ellenállás... Kutyák vagy csak elveszik a teneinket! Megerőszakoljátok a nőinket! Hogy védjük meg a földünket a táliboktól, nincs fegyverünk? Itt a fegyverünk, a Korán! Ezt is el akarjátok tőlük venni a hitünket! Jól kutyák! Bűnözők! Igen, de a tehén gazdáját biztosítottuk róla, hogy rizs, cukor és megfelelő liszt a teljes súlyának megfelelően fogja kárpótolni az amerikai hadsereg. Ebben meg egyet pénzt nem tudunk érte adni. A bajorról talán. Ja. A balabalda! Kiakkodj bemente, fegyverrel, átkészítek a sárcokat, megnézzük a cuccokat, békésen fegyvert nem fogunk senkivel, ha gyanús. Hát figyeljetek rá. A legvégső esetben azt mondom, hogy nem foghatod el. Mm-hmm. Csak a legvégső esetben, amikor nincs más. Csináljuk meg, és akkor vissza. Igen, csak úgy. Jobb kezét a bal lábához, bal. Jobb kezét a bal lábához. Hogy erőd? Csapodjátok! Engem meg el! Kérdez, faszom! Ti meg ezt hagyjátok! Ott áruló, tűnj! Thank you.
Gyertek! Találok a vezéket!